Az útra való ösztöndíj program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük kiemelten a roma származású tanulók iskolai sikerességének elősegítése, valamint tanulási motivációjuk és önértékelésük erősítése mentori támogatással. A program hazai forrásból 2005 óta működik, felépítésében több a programra tagolódik. Két esélyteremtő alprogramja egyrészt az általános iskolás diákokat segíti abban, hogy felkészüljenek érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra, másrészt a középiskolás tanulókat támogatja a középiskola sikeres befejezésében a felsőoktatásba való bekerülésük céljából. Ez a két alprogram az út a középiskolába és az út az érettségihez az idei tanévtől a Széchenyi 2020 program keretében Európai Uniós forrásból került támogatásra, ösztöndi és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak útra való ösztöndi program néven. Az alprogramok lebonyolítója a Tűr István Képző és Kutatóintézet Intézet útra való program programirodája és konzorciumi partnere a Klebesberg Intézmény Fentartó Központ. A program három tanévben kerül lebonyolításra, amelynek során várhatóan tanévenként 9000 tanuló és 3000 mentor részesülhet ösztöndíjban. Az útravaló ösztöndíj program a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét a diákoknak folyósított havi ösztöndíjjal és a fejlődésüket elősegítő mentori támogatással kívánja biztosítani. A programra olyan tanulók és mentorok jelentkezését várjuk, akik megfelelnek a jelentkezési feltételeknek és vállalják a program kötelező szakmai tevékenységeinek elvégzését. A támogatásban részesülő tanulók számára folyósított havi ösztöndíj mértéke az előző évi tanulmányi átlaguk alapján differenciáltan kerül kiszámításra. Az úta középiskolába a program esetében 7 és 14 ezer forint közötti, az út az érettségihez pedig 8 és 15 ezer forint közötti összegűek a tanulói ösztöndíjak. A mentorok minden egyes mentorált tanulójuk után a teljesítménytől függően minimum havi 7 ezer forint ösztöndíjban részesülnek. Egy mentor maximum 5 tanuló mentorálását vállalhatja a teljes ösztöndíj programban a vállalás egyéb feltételeit és a mentori ösztöndíjra való jogosultság részleteit a jelentkezési felhívás tartalmazza. Az ösztöndíjasok ösztöndíja adómentes bevételnek minősül, az ösztöndíj szerződés egy tanévre, 10 hónapra szól. Az első támogatási időszak 2016. szeptember 1-től 2017. június 30-ig tart. A két esélyteremtő alprogramra olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú diákok jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton tanulói jogviszonyban állnak, egy Magyarország területén működő köznevelés intézménnyel, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy védelembe vettek, vagy családba fogadottak, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezettek, vagy utógondozásban részesülnek. Az út a középiskolába ösztöndi esetében a 7-8. év folyamon. Az út az érettségihez ösztöndi esetében pedig a középiskolában érettségi képzésben 9-12. évfolyamon, illetve a 6 vagy 8 évfolyamban működő középiskolában 7-12. évfolyamon, vagy két tanítási nyelvű, illetve nyelvi előkészítő osztályjal induló oktatásban 7-13. évfolyamon tanulók vehetnek részt a programban. Tanulmányi eredmény szempontjából megkötést jelent, hogy a jelentkezők előző tanévvégi tanulmányi átlaga az út a középiskolába a program esetében legalább 3,0, az út az érettségihez a program esetében legalább 2,5 legyen. Az iskolai sikerességet előmozdító, hátránykompenzációs célokat is tartalmazó esélyteremtő ösztöndíjprogramokra programokra csak azon mentorok jelentkezését várjuk a köznevelési intézmény jóváhagyásával, akik teljes mértékben megfelelnek a mentori feltételeknek. Mentorként a tanári vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, vagy szociálpedagógus, vagy gyógypedagógus, illetve a pedagógus képzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója jelentkezhet, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két fél év valamelyikének teljesítését a 2016. év őszi vagy 2017. év tavaszi félévében kezdi meg. Ugyanabban a tanévben egy mentor összesen legfeljebb 5 tanuló mentorálását vállalhatja a teljes ösztöndi programban. Kivételt ez alól csak az jelent, ha az általam mentorálandó maximum 8 fő tanuló iskolája a településen az egyetlen köznevelési intézmény, amelyben a hátrányos helyzetű diákok aránya eléri a 80%-ot. Ebben az esetben kérjük, hogy ezt e-mailben jelezze a programiroda elérhetőségére. Az a tanuló, aki az előző tanévben esélyteremtő ösztöndíjban részesült és évismétlésre kötelezett, a következő tanévre új jelentkezést egyik alprogramra sem nyújthat be. Az a tanuló sem jelentkezhet, aki részt vesz az Arany János tehetséggondozó programban, vagy az Arany János kollégiumi programban. A mentor esetében kizáró ok, ha a jelentkező az útatudományhoz alprogramban vesz részt mentorként, ő ugyanis az esélyteremtő alprogramokban mentori tevékenységet nem láthat el. Az esélyteremtő ösztöndíjakra a tanuló és a mentor közösen jelentkezhet, részben elektronikus úton, részben papír alapon benyújtott jelentkezéssel. Az útra való ösztöndíj kezelési és információs rendszerben, röviden UKIR felületen, a mentorok és a feladatellátási helyi adminisztrátorok regisztrálnak. A feladatellátási helyi adminisztrátor feladatait elláthatja az intézményvezető vagy az általa megbízott személy, akár maga a mentor is. Első lépésben a mentor kitölti az érvényes regisztrációs adatlapot, majd a jelentkezési űrlapot. A kitöltést feladatellátási helyenként kell elvégezni, a folyamatban a feladatellátási helyi közre közreműködik. Ennek során kell a jelentkezéshez tartozó jogosultságokat igazoló dokumentumokat digitális másolat formájában elektronikusan csatolni a jelentkezési űrlap megfelelő mezőjében, amennyiben releváns a tanulóra vonatkozóan. A jelentkezéseket az a köznevelési intézmény véglegesíti, amelyen a jelentkező diák tanulói jogviszonyban áll. A jelentkezés akkor tekinthető lezártnak, ha az UKIR felületről kinyomtatott, az intézmény vezető által aláírt és a fenntartó által ellenjegyzett jelentkezési dokumentumok a kötelező mellékletekkel postázásra kerülnek a jelentkezési felület lezárását követő tíz napon belül a programiroda részére. A regisztrációra és a jelentkezésre vonatkozóan további információkat a jelentkezési felhívás és az UKIR jelentkezési felület használatát bemutató kisfilm tartalmaz. A tanuló, a mentor és a köznevelési intézmény jelentkezéshez kapcsolódó feladatainak részletes leírását a jelentkezési felhívás és az UKIR jelentkezési felület használatát bemutató kisfilm tartalmazza. Az UKIR felület rövid, szöveges üzenetek formájában szintén tájékoztatást nyújt az aktuális feladatokról, a feltöltendő dokumentumokról, a fogalmak értelmezéséről és a jelentkezés menetéről. A kitöltést számos helyen helyi súgó is támogatja. A mentor legfontosabb feladata a jelentkezés során az UKIR felületen megjelenő adatlapok és űrlapok kitöltése, a kötelező dokumentumok másolatainak feltöltése, és a kitöltést, valamint a jelentkezés lezárását követően az UKIR felületről kinyomtatott dokumentumok aláírása a köznevelési intézmény képviselő feladatellátási hely adminisztrátor ellenőrzi a központi információs rendszerből átemelt intézményi törzsadatok helyességét, megadja az intézményre vonatkozó jelentkezési és a tanévhez kötődő adatokat, valamint ellenőrzi és jóváhagyja az UGIR felületen a mentorok által kitöltött adat és űrlapokat. A jelentkezési határidő lezárását követően a feladatellátási helyi adminisztrátorok gondoskodnak a jelentkezések nyomtatásáról és a dokumentumoknak a tanulóval, illetve törvényes képviselőjével, valamint a mentorra való aláíratásáról. Az aláír dokumentumokat és azok mellékleteit a köznevelési intézmény székhelyén működő feladatellátási helyi adminisztrátor aláíratja az intézményvezetővel, majd alprogramonként összegyűjtve eljuttatja a fenntartóhoz ellenjegyzésre. A fenntartó által ellenjegyzett jelentkezési csomagokat a köznevelési intézmény postázza az útra való programiroda részére. Az ösztöndíjban részesülő mentor kötelező szakmai tevékenysége részeként minden egyes általa mentorált tanulóra egyéni fejlesztési tervet készít, amelyet egyeztet a tanulóval és a szülőkkel is. Az egyéni fejlesztési terv alapján az osztályfőnök és az érintett pedagógusok bevonásával legalább három havonta értékeli a tanulót, amire megkívja a tanuló szüleit, a tanulót, indokolt esetben egyéb szakembereket is. Az értékelés eredményét az egyéni előrehaladási naplóban írásban is rögzíti. A mentorált tanuló tanulmányi előmeneteléről egyéni előrehaladási naplót vezet előre megadott formátumban és tartalmi elemekkel. Rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti két órában a diák felkészítésével foglalkozik. A foglalkozásokat napra készen dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási naplóban. Az egy tanulóra vetített heti foglalkozások átlagos időtartamának minden esetben el kell érnie a heti két órát. Az úta középiskolába a programmal kapcsolatban speciális elvárás, hogy a diák az egyéni fejlesztési tervében fejlesztendő területként megjelölt legalább két területen a mentor által választott mérőeszközzel mérhető előrelépést tegyen, vagy a négy egészes átlag alatt levő tanuló bármely tantárgyból egy egész jegyet javítson. A mentor mindkét a program esetében támogatja a tanulót a versenyekre, felvételire való felkészülésben, rendszeres és személyes kapcsolatot tart a családdal, az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal. Részt veszhet útravaló programiroda által szervezett találkozókon, műhely munkákon, képzéseken, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, információ megosztó napokon és a tanév során minimum egy alkalommal családlátogatást végez. Amennyiben az ösztöndíjas tanuló nem rendelkezik adóazonosító jellel, segítséget nyújt az érintett tanulónak, illetve szüleinek az adóazonosító jel igénylése során. Együttműködik a projekt által biztosított szaktanácsadókkal, a szupervizorokkal, valamint a programirodával a mentori tevékenység értékelésében, nyomon követésében is, valamint személyes fejlődése érdekében képzésen vesz részt. Amennyiben a mentor a köznevelési intézmény alkalmazásában áll, úgy a fenti feladatokat a munkaköri feladatain felül kötelesen látni. Az ösztöndíjas tanuló kötelessége, hogy a program megvalósulása során végig együtt működjön a mentorával, többek között részt vegyen az egyéni fejlesztési tervének az elkészítésében és a három havonkénti értékeléseken, ahol saját munkájának eredményeinek elemzésén túl a mentorral közös munkájukat érintő észrevételeket és javaslatokat is megfogalmaz. Mindent megtesz annak érdekében, hogy tanulmányi eredményét megtartsa vagy javítsa. Az úta középiskolába a programmal kapcsolatos speciális elvárás nem csak a mentorra, hanem a tanulóra is vonatkozik, vagyis az egyéni fejlesztési tervében fejlesztendő területként megjelölt legalább két területen mérhető előrelépést mutat, vagy ha tanulmányi eredménye a 4 egészes átlag alatt van, akkor bármely tantárgyból 1 egész jegyet javít eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, és az ösztöndíjas időszak alatt egy tanévben igazolatlanul nem mulasz többet 10 óránál. Aktívan részt vesz az értékelő és élményt adó műhelybeszélgetéseken, vagy programokon, vagy versenyeken. A köznevelési intézmény vállalja, hogy elősegíti az ösztöndíjprogram program szakszerű megvalósítását az intézményben, és ennek érdekében együttműködik a programirodával. Az ösztöndiakon túl a programiroda egyéb formában is támogatást nyújt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének szakmai tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatásához. A mentorok számára pedagógiai, szakmai szolgáltatásként képzés kerül kifejlesztésre, szaktanácsadók és szupervizorok segítik a feladatellátást a tanulók számára tehetséggondozó feladatokat tartalmazó feladatbank és az érettségire felkészítő digitális tananyag készül, tudásukat, készségeiket pedig tehetséggondozó versenyeken mérhetik összetársaikkal. A tudásmegosztást és a tapasztalatcserét szakmai rendezvények, műhelyfoglalkozások biztosítják. A programiroda szeptembertől ügyfélszolgálatot működtet, amely mind telefonon, mind e-mailben elérhető lesz. Felmerülő kérdéseikre az útravaló.tkki.hu és a tkki.hu weboldalakon összegyűjtött, gyakran ismételt kérdések részben kaphatnak válaszokat. Amennyiben olyan probléma merülne fel, amelyre nem tér ki a gyakran ismételt kérdéseket megválaszoló felület, akkor kérjük, az ügyfélszolgálati elérhetőségeken lépjenek kapcsolatba a programirodával.